Márciusban vezette be a kormány a bolti idősávot. Ennek értelmében a 65 év felettiek csak délelőtt 9 és 12 óra között vásárolhattak, az üzletekben pedig mindenkinek kötelező volt maszkot hordani és másfél méteres védőtávolságot tartani, az idősávot viszont a héten feloldották. Hát már illő volt. Ennyi hónap után. Én örülök neki, mert hogy én déltől hatig dolgozom, tehát így nekem ez probléma volt, hogy akkor délelőtt nem mehettem boltba, úgyhogy én örülök neki. Bár az idősávot feloldották, a korlátozások egy része, mint a kötelező maszk használat és a védőtávolság tartása a boltokban továbbra is kötelezőek. A nyakamba lihegtek a vásárlók, mert annyira tolakodtak a pénztárnál. Most ez kimondottan jó, ez a másfél méteres távolság. Legalább egy métert, ha megtarthatunk ezután is, akkor az tökéletes. Az egyik szekszárdi patika vezetője azt mondja, hatalmas teher volt nekik, hogy betartassák a járvány miatt meghozott a bevásárlást érintő korlátozásokat. Náluk többször is előfordult, hogy rossz időben érkező ügyfeleket kellett elküldeniük, ezért ők is örülnek az enyhítésnek. Nagyon sokat kellett tennünk azért, hogy ne növeljük a kontaktok számát azzal, hogy a rossz időben, rossz idősávban jelentkező vásárlóinkat el kelljen küldeni, és nekik még egyszer el kelljen jönni. De ezt meg tudtuk oldani elkülönítéssel, vagy ablakon keresztül, ügyeleti ablakon keresztül szolgáltuk ki őket. Hogy a kötelező maszk használatot és a kötelező védőtávolságot mikor oldják fel, egyelőre nem lehet tudni.